A Felcsúton szerzett első pont után a Diósgyőr ellen az első győzelemért lépett pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese ennek szellemében kezdte a meccset, a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, gólt viszont a vendégek lőttek. Egy szöglet utáni kavarodást követően a 41. percben Mihajlovics juttatta vezetéshez a miskolciakat. Szünet után 6 perccel jött az egyenlítés, Horváth harcolt ki büntetőt, amelyet Vári váltott gólra. A hátralévő időben is ment előre a kisvárda, de vagy Antal kapus, vagy a kapufa hárított, így maradt az 1-1-es döntetlen. Az első perctől kezdve oda tette magát a csapat, és kerestük a lehetőséget, hogy a mérkőzést megnyerjük. Úgy látom, hogy meg kell tanulnunk gólt rúgni. Tehát aztán a végén az lett, hogy egy szöglet, egy kavarodás, egy kis könnyelműség a szöglet előtt, és nem hogy a győzelem mentünk, hanem az egyenlítésre, ami óriási energiákat emész föl. Aztán volt még rendelkezésünk rá 30 perc, hogy megnyerjük a mérkőzést. Óriási lehetőségeink voltak. Az ellenfél kapusa is ragyogóan védett. Én viszont azt mondom, hogy összességében megtettünk mindent, de valószínű, hogy egy kicsit még többet kell dolgozni ahhoz, hogy a fortuna is mellénk álljon. A vendégek edzője a játék képe alapján érthetően örült az egy pontnak. The match again for me the most important was the point. At the end we are adding points in our fight is really important and we need to go in the same way because especially this kind of matches when you play with direct opponent everything what is adding points is important for us. Legfontosabb a megszerzett pont. Amikor direkt ellenfél ellen játszol ellene vagy harcba, az a fontos, hogy pontot szerezzél, úgyhogy örül annak, hogy egy pontot tudtunk szerezni. A forduló további eredményei a következők: Budapest Honvéd Debrecen 3-0, Mezőkövesd Ferencváros 0-1, Paks Puskás Akadémia 3-2 és Szombathely MTK 1-2. A tabella élén a 16 pontos Ferencváros áll megelőzve a 15 pontos Honvédot. A 2 pontos Kisvárda 12. helyen várja az MTK elleni szombati vendégjátékát.